Bekapcsolást követően így néz ki az M10-es esékem képernyője. Már láthatjuk a halszemoptikával készült képet. Rögtön videót is indíthatunk. Alul van egy dátumbélyegzőnk, ezt egyébként ki tudjuk kapcsolni. Felső részen pedig láthatunk egy időzítőt, vagy nem időzítő ez, hanem azt jelzi, hogy a memóriakártyára, amit behelyeztem, 2 óra 39 percnyi videó rögzíthető, ami 720p 60 fps-ben érhető a jelen pillanatban, hiszen ez van beállítva. Nincs időzítő, illetve timelapse beállítva, van viszont mikrofon támogatás, tehát a beépített mikrofonnal rögzíti a hangot, illetve az akkumulátor töltöttsége látható még. Ha megnyomom felül a kör alakú piros gombot, akkor el is indul a videó, és itt már rögzítésre kerül. Ha még egyszer megnyomom, akkor leáll, illetve ha a mellette lévő mód gombot nyomom, akkor átvált először egy fényképező módra. Itt látható 12 megapixel van beállítva, illetve 4113 fotót tudok készíteni. Megnyomom egyszerűen a piros körrel rendelkező gombot, és már fotóz is a készülék. Tovább lépek, akkor vissza tudom tekinteni ezeket a képeket. Itt lehet léptetni, illetve akár bele is lépni. Itt van egy videó, abba bele tudok menni, és azt le tudja játszani akár igény esetén a apró méretű kijelzőn az M10-es. Illetve itt van a beállítások menü is, ahol mindenféle fontosabb beállítás elérhető. Ugye látható a felbontás videóhoz, aminél Full HD a maximum, 720p-ből van 60 és 30 fps, valamint VGA, illetve VGA felbontás választható még. TV kimenetnél ráköthetjük TV-re mini mikro HDMI segítségével a kamerát, és ott visszanézhetjük a tartalmakat, kikapcsolhatjuk vagy bekapcsolhatjuk az OSD módot, azaz a menüt. Van videolapse, a capture módnál kiválaszthatjuk a késleltetést, ugye 3, 5 vagy 10 másodperces időzítővel fotózhatunk, van cycling record, amikor folyamatosan hosszú távon tudunk videózni, viszont folyamatosan csak az utolsó 3, 5, 10 perc, attól függően, hogy mit állítunk be, fog mentésre kerülni, ami azt jelenti, hogy akár egy órán keresztül videózhatunk, amikor megnyomjuk a kikapcsoló gombot, illetve a leállító gombot, akkor a legutóbbi 3 percet fogja rögzíteni csak, és elmenteni a kamera. Van HDR-ünk, Motion Detection, ami a fókuszálást segíteni. Audiót kikapcsolhatjuk, vagy bekapcsolhatjuk, hogy rögzítésre kerüljön-e. A date stamping-gel beállíthatjuk, hogy megjelenjenek a dátumok. Fotózáshoz állíthatunk 12, 10, 8, 5, 3, 2, 1,3 megapixeles, vagy VGA felbontást, aminél minőséget és 3 szinten van lehetőségünk beállítani. Különböző beállítási lehetőségek vannak még, élesség, fehér egyensúly, színezet, ugye itt választhatunk ki alapból akár fekete-fehér vagy szépia módot is a rögzítésnél. ISO értéket 100, 200-as vagy 400-as értékre állíthatunk be, ez kevesebb fénynél érdekes. Van anti-shaking, ami elvileg a kézremegést hivatott kiküszöbölni, viszont optikai képstabilizátor hiányában ez kevésbé használható jól. Sajnos magyar nyelvet az esélyem alapszoftveren nem tartalmaz, ezek a nyelvek érhetőek el, ebből az angol, ami használható. Van automata kikapcsolás, amit be tudunk állítani 3, 5 vagy 10 perces tétlenségre. Ezt a kis csipogó beep soundot is ki lehet kapcsolni. A PAL vagy NTSC TV módokra akkor van szükségünk, hogyha mondjuk Európán kívül is használnánk TV-re kötve a készüléket. Állíthatunk frekvenciát is, az ő jel kiküldésre szól. Elforgatható a rögzített kép, illetve a CAR mód is van, amikor menetrögzítő kameraként használnánk az eszközt. Illetve mivel ez az M10-es Wi-Fi-s, így az SSID-t, illetve a Wi-Fi-hez tartozó jelszót is be tudjuk itt állítani. Törölhetjük a kártya tartalmát, visszaállíthatjuk a készüléket gyári állapotra, valamint láthatjuk
a szoftverét is, ami fontos, hiszen az eredeti SJK-em M10-esre többféle szoftver érhető el, amit utólag fel tudunk tenni, viszont a hamisítványokra ezeket a szoftvereket nem lehet feltenni, emiatt fontos, hogy eredeti szoftvert, illetve eredeti SJK-emet vásároljunk. Magyarországon ezt a VTEC Europe forgalmazza egyébként hivatalosan. Így néz ki tehát az SJK-em M10-es akciókamera szoftvere. Most nézzük meg használat közben a minőséget.